Felkérem Jakab Ferencet, az MTA doktorát, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetőjét, hogy tartsa meg előadását, amelynek címe Kiterjedt koronavírus kutatások a Virológiai Nemzeti Laboratóriumban a pandémia alatt és után. Tisztelt hallgatóság, kedves kollégák, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezen az ünnepi előadáson részt vettek, és kérem engedjék meg, hogy röviden az eddigi és a most folyó munkánkat ismertessem önökkel. Azt el kell mondjam, hogy a Virológiai Nemzeti Laboratórium már a járvány kezdetekor nagy lendülettel nekiállt a koronavírus kutatásoknak. Rögtön az elején a diagnosztikában segítettünk be, részt vettünk a hazai kutató szervezetek egységeknek a kiszolgálásában. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy az első kontrollmintákat mi tudtuk szolgáltatni az országnak. Aztán a miniszterelnök úrnak a koronavírus kutatási akciócsoport létrehozása után, amivel engem bízott meg, összeszerveztük a hazai kutatóbázist, és azt kell mondjam, hogy minden kollégánk gyakorlatilag kéz a kézbe is egyöntetően állt be ennek a nemes harcnak a háta mögé, és dolgozott velünk. Ennek mentén egy nagyon komoly hazai kutatás szervezési hálózatot tudtunk létrehozni, amelyek a vírus kutatásával és vizsgálattal foglalkozott. El kell mondjam azt, hogy ez egy heroikus munka volt, és ezúttal is szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak, akik velünk együtt dolgoztak, és a BSL 4-es laboratóriumban, és akkor még 4-es szinten kellett kezelni ezt a kórokozót. Gyakorlatilag több mint 10,5 óra per napot töltöttek a szkafanderben, és adták egymásnak át a kilincset, és dolgoztak a vírus vizsgálatával. El kell mondjam, hogy közel 40 kutatási projektet indítottunk meg ez idő alatt, és jelen esetben is, és folyamatban is több mint 20 megjelent publikáció jelent meg a témában, csak a mi laboratóriumunk munkája révén. De hogyha összefoglalom, azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen tettük azt, amire kiképeztük minket, hiszen egy új vírusnak a feltűnésekor és megjelenésekor a Virológiai Nemzeti Laborok munkatársai azonnal bevethetők és vizsgálni tudják a kórokozót. De mégis mivel foglalkoztunk, alapvetően 4 csoportba tudom sorolni a vizsgálatainkat. Az első az, és legfontosabb talán, hogy újonnan szintetizált és meglévő hatóanyagoknak a vizsgálata, a koronavírus betegek és fertőzött betegeknek a terápiájába. A másik ugye nagyon fontos dolog volt a vírus nukleinsav megismerése és a genetikai állományának a megismerése és annak az analízise, és ezzel gyakorlatilag segítve az epidemiológus járványi kollégáknak a munkáját is. A harmadik az alapkutatás. Természetesen kutatók vagyunk, tehát nagyon érdekelt minket a vírus-sejt interakció, a vírus-sejten belüli mechanizmusa és az esetleges antivirálszerekre történő válaszmechanizmusai. És egy új indult láb az a vakcinafejlesztési projektben való részvételünk is. Mindenek előtt ugye izolálnunk kellett a vírust, amit azt kell mondjam, hogy egy nagyon egyszerű dolog. A képen látható egy negatív kontroll és egy 48 órás fertőzés utáni állapot. Azt kell mondjam, hogy markáns sejtelhalást és citopatogén hatást okoz az a kórokozó. Így módon gyorsan és könnyen tudtuk izolálni, viszont ez alapvetően fontos volt ahhoz, hogy a további vizsgálatokat el tudjuk végezni. Szeretném az előadásomat a 4 láb köré csoportosítani. Az első az az újonnan megjelent, illetve újonnan szintetizált és ismert hatóanyag vizsgálata. 6 kutatási projektünk indult meg. Természetesen a teljeség nélkül szeretnék néhány sikert ebből bemutatni. Az első és legfontosabb, mint a Cevina biotechnológiai céggel végeztünk egy bécsi cégre, magyar származású. Az azelasztin hidroxilátnak a vizsgálata, amit nagyon sokan biztosanak is hallottak, hogy egy úgynevezett bizonyos antiallergiás orsprében található meg. Látható a képeken is, hogy a nem fertőzött sejtek és a fertőzött sejtek közötti őrült markáns különbség mentén, amikor kezeltük a sejteket ezzel az azasztin hidroklorid-dal, akkor látható, hogy akár már 6, illetve 12 mikromol is koncentrációban is nullára csökkentett a vírus replikációnak a képességét. Természetesen ez csak a mikroszkópos képek, de ha megnézzük az ellenes kópia számot, akkor ott is lehet látni, hogy az ötszöröse higított hatóanyag a kezelt fertőzött sejteknek a vírus kópia szám egyáltalán nem változott. Tehát amit itt látnak, hogy gyakorlatilag teljes mértékben 3 nap után is még nulla maradt a kópia szám, tehát nem tudott a vírus replikálódni ezekben a sejtekben. Ebben egy publikáció is született, és a klinikai 2-es, és azt gondolom, hogy a legjobb tudomásom szerint már Németországban a klinikai 3-as fázis vizsgálatok is előkészületben vannak.
A másik nagyon fontos projektünk, ami szintén egy komoly publikáció jelent meg, az a Debrecen Egyetemmel végzett, vagy kollégával végzett kutatásaink, ami a glikopeptid származékok és egyéb vegyületeknek az antivirális hatását írta, ami számunkra is újdonság volt, de nagyon szép eredményeket kaptunk itt is. Látható a képen, hogy számos olyan vegyületet teszteltünk, amely hatékonyan képes volt szintén blokkolni a vírusnak a replikációját és képességét sejteken belül. A harmadik pedig Keserű professzor úrral és az LK munkatársaival egy virális fehérjéket célzó kis molekulák azonosítása és tervezése. Erre rettenetesen büszkék vagyunk erre a munkákra lévén, hogy igaz, hogy Keserű professzor úrtól származott az alapötlet és természetesen a gondolat, és mi csak a kezet és a laboratóriumot és a vizsgálatot nyújtottuk hozzá, de ebből egy Nature Communications cikk jelent meg, és nagyon szép eredményeket értünk el ebben a tekintetben is. Gyakorlatilag egy Spot Explorer technológia alkalmazásával olyan kis molekulákat tudtak és tudnak jelen pillanatban is azonosítani, amely hatékonyan tudta szintén blokkolni a vírus replikációját és sejthez való kötődését is. Ez azért nagyon érdekes, mert azt gondolom, és ez általánosan jellemző, hogy a koronavírusból való tapasztalataink azok nagyon befolyásolják a következő vizsgálatainkat is, hiszen most egy kicsit csökkenve a járványt, újra elkezdtük azokat a vizsgálatokat, amit a járvány előtt végeztünk egyéb vírusokkal, és ezt a technológiát már ott is alkalmazzuk. Tehát egy nagyon jó tanuló pénz volt számunkra is ezek a vizsgálatok. A másik a fókuszban a neutralizáció és a VNL, a Virológiai Nemzeti Labor az ország keze címet adtam neki, itt 8 kutatási projektünk indult, aminek alapvetően a neutralizációs vizsgálatok és a ténylegesen a vírus izolálásán alapuló vizsgálatokból fakadt és indult ki. Az egyik és legfontosabb talán ez Kacskovics Imre professzor úr által vezetett ELTE, PTR, Richter és Immunogenes konzorcium, ami egy biológikum fejlesztése. Ez gyakorlatilag egy olyan biológikum fehérjének a fejlesztése, amely képes, mint egy AC2-vel, a vírusnak a spike proteinjéhez kötődni, megakadályozva azt, hogy a sejthez kötődjön. Ez egy nagyon-nagyon ígéretes projekt, már egy szabadalmi bejegyzést is elfogadtak rá, és további publikációk is egyébként fókuszban vannak. Jelen pillanatban az állatkísérletes fázisnál tartunk már ebben a vizsgálatban is, és itt is ígéretesek, tehát nem csak az in vitro, hanem az in vivo eredmények is nagyon pozitívak eddig. A másik, ami szintén egy ilyen nagyon fontos és egy céggel, Profi Kft-vel való együttműködésünknek az alapja, ez egy érdekes IgY alapú antitest fejlesztése, amit tyúkokban termeltetünk, szárnyasokban, és ennek a tojásból történő speciális kivonásával olyan nagy mennyiségű antiszars antitestet lehet IgY antitestet kinyerni, ami utána aztán ugye szisztémásan nem, de lokálisan nagyon jól tudja blokkolni szintén a vírusnak a sejthez történő kötődését. Itt is az in vitro neutralizációs vizsgálatok megtörténtek szöveteken, fantasztikus eredménnyel, azt kell mondjam, ez egyik legpozitívabb eredményt ebből a kísérletből kaptunk, és jelen pillanatban az állatkísérletes szakaszban is nagyon ígéretes eredményeink vannak. Bízunk benne, hogy ennek a végén egy magyar fejlesztése akár Osprey formájában használható SARS ellenes IgY alapú hatóanyag termeltethető és készíthető el. Megismerni az ismeretlent. Ugye mondtam, hogy alapvetően kutatóként érdekelt minket a vírussal való mindenféle alapkutatási tevékenység. Itt 5 kutatási projektet indítottunk meg ebben a területen. Az egyik biztos, hogy Prohászka professzor úrtól fogjuk hallani, ez a komplement mediált antitestfüggő erősítés vizsgálata a SARS koronavírus esetében. Nagyon érdekes eredményeket kaptunk. A másik pedig Járvás Gáborékkal a Pannon Egyetemmel végeztünk olyan vizsgálatokat, ami egy extrakorporális platform fejlesztése volt, tehát gyakorlatilag képesek voltunk vérből, illetve művérből és vérből és tápfolyadékból megkötni és mintegy kiszűrni a víruspartikulákat, és a keringő víruspartikulákat számát jelentősen, nagyon jelentősen csökkenteni. Ez szintén egy, azt gondolom, egy új technológia alkalmazása, és azért nagyon érdekes szintén itt, mert visszautalok az előző mondataimra, tehát koronavírus esetében tapasztaltuk és próbáltuk ki, de nem csak koronavírusra alkalmazható. Tehát egy olyan nem specifikus eljárási technológiát tudtunk itt kidolgozni, amely akár a jövőben és a későbbiekben szintén más vírusokra is bevethető és alkalmazható lesz. Ami egy nagyon érdekes vizsgálat volt,
Ez gyakorlatilag egy mikrofluidikai vizsgálata a SARS koronavírus esetében. Ez tényleg tiszta alapkutatás, és nyilván a terápiát és a betegellátást és a gyógyítást oly mértékben nem szolgálja, de gyakorlatilag ez az új technológiával meg tudtuk mérni a vírusnak az átmérőjét, annak a szórását, meg tudtuk számolni a tüskefehérjék számát a partikulákon, és meg tudtuk mondani, hogy milyen sűrűséggel helyezkednek ezek el. Miért fontos ez? Azért, mert amikor mondjuk valamilyen antitestet tesztelünk, vagy valamilyen hatóanyagot tesztelünk, akkor kell tudni, és érdemes tudni az adott partikula, akár adott törzsön is, vagy variánson is, milyen számban és milyen sűrűségben helyezkednek el ezek a spike proteinek ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk dozírozni és a koncentrációt beállítani mondjuk egy antivirális szernek, vagy egy antivirális antitestnek. Természetesen alapkutatásként vetettük be ezt is, ennek mentén publikáltuk is, de ez egy nagyon érdekes új technológia volt, amit itt szintén ki tudtunk próbálni. Egy nagyon jelentős és markáns tevékenysége volt a laboratóriumnak a genetikai állománya, a vírus genetikai állományának vizsgálata. Ez tulajdonképpen a vírus új lenyomátának megismerése. Itt is 6 kutatási projektet nyitottunk el, és meg kell mondjam, hogy az országban elsőként szekvenáltuk meg a vírus teljes genetikai állományát, és a világon az első 10 ország között voltunk, akik ilyen eredményeket publikáltak. És egy olyan technológiát, egy nanopor szekvenáláson alapuló technológiát dolgoztunk ki, mindannak a szoftveres, mint pedig az infrastruktúrális részét, amely natív beteg mintából, és ezt szeretném kiemelni, natív beteg minta, mert általában zömmel, izolátumból szekvenálnak külföldi kollégák is. Nekünk natív, direkt beteg mintából 8 órán belül nem csak, hogy a szekvenciát megvolt, és ezt szerettük, hanem föltöltöttük a nemzetközi GSED adatbázisba is. A járvány elején nagyon sok számú mintát kaptunk, aztán egy számomra teljes mértékben érthetetlen, megfoghatatlan és értelmezhetetlen okból kifolyólag a minta hozzánk történő eljuttatása megszűnt. Ennek mentén nem tudtunk tovább szekvenálni, ezért jelen pillanatban a nemzetközi adatbázisban fellelhető magyar szekvenciák, amivel sereghajtók vagyunk, annak a 3/4 részét a járvány elé mi töltöttük föl, azóta sajnos újabb szekvencia nem nagyon került fel a nemzetközi adatbázisba. Mindezek ellenére ettől függetlenül több fronton tudtunk a vírus genetikai állományával vizsgálni, és már az első hullámnál megállapítottuk a bejutási kapukat, hogyan és miként került Magyarországra, a hazánkba ez a vírus, milyen bejutási helyek voltak, egy ausztriai, egy baltikumi, egy francia, német, egy olasz és egy izraeli életet tudtunk meghatározni. Végeztünk szintén a genetikai állományokból fakadóan olyan vizsgálatokat, hogy például az idősek otthonában történő járványoknak a terjedési dinamizmusát, és azoknak, ugye tudtuk, hogy az első hullámban nagyon komoly problémát okozott az idősek otthonában történő fertőzések, és ezek voltak az első nemzetközi elemzések, amelyek az idősek otthonában zárt közösségben történő járvány terjedési dinamizmusát írták le. Ami szintén nagyon fontos volt, hogy egy másik nemzeti laboratóriummal, a biotechnológia nemzeti laboratóriummal folyamatosan vizsgáltuk ezeknek a genetikai állományoknak a vizsgálatát, és egy hazai, teljesen hazai fejlesztésű modellezést dolgoztunk ki, amivel le tudtuk írni azt, hogy a másodlagos terjedési láncok hogyan indultak meg, és melyek azok a lokalizációk, melyek azok a területek az országban, ahol nagyobb lezárásokkal, nagyobb terjedési mechanizmussal és nagyobb terjedési dinamizmussal kell számolni. Ez azt gondolom, hogy a hazai járványügy szempontjából igen komoly eredményeket szolgáltatott, és a hazai járványügyi kollégáknak komoly adatokat és eredményeket szolgáltatott. És egy érdekesség, amit felvetettem, hogy milyen furcsaságokat lehet találni, hogyha sokat-sokat vizsgáljuk ezeket a szekvenciákat, találtunk egy olyan variást, ami 84 nukleotid hosszúságú delíciója volt a spike proteinben, és egy érdekes vizsgálat volt ez, egy olyan betegben találtuk ezt, ahol mind ez a delíciós mutáns, hívjuk így, és mind a VAD típusú vírus megtalálható volt, és hogy nyomon követtük a beteg mintáját folyamatosan hétről hétre, azt láttuk, hogy ez a 84 nukleotidos delíciós mutáns, ez egyszerűen kikopott, eltűnt a betegnek a szervezetéből, és a helyébe csak a VAD típus lépett, és amikor ezt elkezdtük vizsgálni, akkor rájöttünk arra, hogy egyszerűen a fehérje kötés és a receptor kötési mechanizmusba szenvedett defektus miatt nem volt idézőjelben életképes ez a vírus. De nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy melyek azok a régiók és lokalizációk, ahol kötődik ténylegesen az S-spike tüske a felszíni sejtfelszíni receptorokhoz. Itt látjuk ezt a bal alsó sarokban, hogy egy számítógépes modellezéssel meg is tudtuk határozni ezen régiókat. És végül, de nem utolsó sorban, betartva az időt is,
a régi laboratórium új szerepben. A COVID előtt a BSL-1-es laboratóriumban nem volt lehetőség állatkísérletek és állatvizsgálatok elvégzésére, de amikor ez elindult, akkor 3 új kutatási projektet indítottunk el, és felszereltük tulajdonképpen a laboratóriumot infrastruktúrálisan is úgy, hogy állatkísérletek végzésére alkalmas legyen. Jelen pillanatban is az említett biológokon fejlesztés, az említett IgY testfejlesztés és egy második generációs rekombináns fehérje vakcinának a fejlesztése és tesztelése folyik. És csak azért mutatom meg ezt az ábrát, mert azért el lehet képzelni azt, hogy a kollégáim szkafanderben 5 réteg gumikesztyűben dolgoznak ezek a pici öcsőkkel, amelynek egyik réteg kesztyű az egy ilyen harapás álló, tehát egy relatíve vastag kesztyű, ami pedig sokkal érdekesebb és nekem aranyos, ott, hogy maszkosan altatjuk a kis hörcsőket a beavatkozás előtt, után, és teljes anesztéziát kapnak. Úgyhogy jelen pillanatban azt kell mondjam, hogy a járvány talán egy picit csendesülni, vagy talán stagnálni, vagy általánossá válónak látszik lenni, kicsit furcsa magyar mondattal, de ettől függetlenül a mi munkánk és a laboratóriumi munkája nem csak, hogy nem szűnt meg, hanem egyre inkább fokozódik, és nagyon sok vizsgálatunk most ért el abba a fázisba, amikor az állatkísérleteket és a tényleges in vitro eredmények in vivo-ba történő átültetését kell megvalósítanunk. Jelen pillanatban is ezeken és ezen dolgozunk. És van kollégánk bőven, és itt szeretném még egyszer mutatni, megköszönni a Nemzeti Laboratórium munkatársának ezt az áldozatos munkát, amit eddig és ezután is folytatnak, illetve a kollaborátor partnereinknek, hogy számos partnerrel dolgoztunk, és számos, szinte minden kutatóintézettel és egyetemmel az országban jelen pillanatban is élő aktív kollaborációs kapcsolatunk van, aki eddig is dolgozott nálunk. Önöknek pedig szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmet. Köszönöm Jakab Ferenc előadását, külön azt, hogy betartotta az időt, és a Virológiai Nemzeti Laboratóriumnak nagyon fontos szertágazó kutatásairól hallottunk, ami már a pandémia alatt megkezdődött. Köszönöm. És bejelentem, hogy és felkérem Prohászka Zoltán az MTA doktorát, Semmelweis Egyetem általános orvosi kar, belgyógyászati és hematológiai klinikai egyetem tanárát, egyetemi tanárát, hogy tartsa meg előadását az immuntrombózis mechanizmusai címmel, ami egy picit módosult, úgy látta. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, köszönöm szépen a felkérést és a lehetőséget. Valóban egy picit a címen módosítottam. Előadásomban a koronavírus fertőzés olyan szövődményéről szeretnék beszélni, amely nagyon fontos szerepet játszik a halálozásban és az extra halálozásban, ami ezzel a betegséggel kapcsolatos. Onnan szeretnék valahol indulni, ahol Erdély professzor asszony abba hagyta, hogy van vele született immunitásunk, ami jó, ha tréningezett, jó, ha formában van. Ugyanis bizonyára mindenki számára világos, hogy a koponya meg a csontok kialakulása előtt is volt élet és immunitás, és a növények meg az alsóbbrendűek, az ízeltlábúak is fertőző környezetben élnek. Ide például betettem a Ficus benjaminát, hogyha egy meccés éri, akkor egy nedvet bocsájt ki magából, aminek az egyetlen is fő célja az, hogy megalvadjon, és ne folyjon el az összes nedv ebből a virágból, de ugyanezt történik a paradicsom levelén, hogyha egy inokuláció ér egy kórokozóval, elhatárolja a növény a kórokozót. Tehát az alapvető immunológia egyik mechanizmusa az elhatárolódás. Ez ízeltlábúakban is jelen van, például ha drozofilát, egy parazitoid darázs lárva inzultus ér, akkor a drozofila a testüregében ezt elhatárolja egy melatonizációnak nevezett folyamattal, de ugyanezt láthatjuk emberi patológiában is, amikor granulóma keletkezik, és a paliszádállású sejtek elhatárolják azt, amit nem tudnak elpusztítani. Tehát ez egy ősi mechanizmus, és hogyha arra gondolunk, hogy nem csak elhatárol, hanem korlátozza is egyben a kórokozó mozgását egy megalvadó folyadék, akkor rögtön ott vagyunk a törfarkú ráknál, a limulusznál, amit viszont a laborban minden nap használunk az endotoxin szennyezés vizsgálatára. Ez egy kaszkádreakció is. Szót követett, kutatást követett, kiderült, hogy egy proteáz rendszerről van szó, amely ha struktúrába jelentkezik, kiválóan tudja az aktivátor hatását semlegesíteni, azáltal,
hogy körülveszi, megalvasztja, nem engedi tovább terjedés, nem engedni mozogni. És itt rögtön meg is érkezünk oda, amit Virchow patológus már több mint 100 évvel ezelőtt leírt, az alvadási mechanizmus, a trombotikus folyamatok, amit rögtön felismert, hogy több dologtól is függ, a vér működésétől, a véralvadástól, az érfali tényezőktől, mindenkinek világos daganatos betegségnél is, hogy károsodnak az erek, mindenkinek világos, hogy egy hosszú repülőút után a vér pangása, a stázis, hogy okozhat trombózist. Ezt nagyon régóta ismerjük, és az orvostudományban azt mondom, majdnem minden betegséget érintő folyamatokról van szó. Viszont az kevésbé ismert, és ez igazából az elmúlt éveknek úgymond kikristályosodó ismerete, hogy itt nem pusztán a véralvadásról, nem csak a vérlemezkékről, vagy az érfal működéséről van szó, hanem az, ami a növényekben működik, alsóbbrendűekben működik, és úgymond az emberrel vele született, hoztuk az evolúció során, azok az alapmechanizmusok egyben működnek. És megfogalmazásra került a vérpályán belüli intravaszkuláris vele született immunrendszer, az intravaszkuláris innate immunity. Ez egy újdonság, egy néhány éves történet, koronavírus járványtól függetlenül a tudomány ebbe az irányba haladt, és ami teljesen világossá vált, hogy ennek az immuntrombózisnak a mechanizmusai, amikor együtt a kaszkádrendszerek az érpályán belül, együtt a sejtekkel, a keringő és érfalat képező sejtekkel elindítják a patológiás folyamatokat, ez bizony el is romolhat. És innen ismertünk meg számos ritka betegséget az emberi betegségek tárházából, a trombofiliákat és más ritka trombotikus betegségeket, amelyek súlyos problémát jelentenek és vizsgálat alatt állnak. A laboratóriumunk ilyen betegségekkel foglalkozik. És amikor megérkezett a pandémia, akkor hirtelen nagy számban derült ki, hogy bizony fertőzések is ugyanezt a rendszert, a érpályán belüli vele született immunrendszert tudják túlaktiválni, trombózishoz, és nem is csak az, hogy klasszikus az ember vérrögnek gondol, patológiailag szemmel, akár adott esetben látható is, hanem olyan immuntrombózishoz vezet, ami szisztémásan az összes ér belső felszínén jelenik meg, magyarul minden szerv érintettségét okozhatja egy fertőzés során, és bizony ez az, ami súlyos formában jelenik meg egy súlyos koronavírus fertőzést követően. Én a következőkben ezen az úton szeretnék tovább menni, és két beteg történetét hoztam illusztrációként. Egyikük egy ritka betegségben szenved, ővele kezdeném, hogy bemutassam azokat a mechanizmusokat, amelyek régóta, vagy talán nem annyira régóta, de ismerjük, orvostudományban vizsgáljuk, és hogy ez hogy hirtelen, hogyan alakult át a COVID-járvány során a COVID-fertőzött betegek vizsgálatára. Az első beteg egy 63 éves egészséges férfi, aki egyszer csak tévézés közben élete első epilepsziás rohamát szenvedi el, neurológiai osztályra kerül, ahol kritikusan alacsony 10-es trombocita számot állapítanak meg nála, ennek nagyon lehatárolható okai lehetnek csak. Rögtön belgyógyászt hívnak hozzá, és a konzilium megállapítja, hogy valóban ő neki lehet, hogy trombotikus mikroangiopátiája, immuntrombózisa van, ami az ereket diffúzan érinti. Ekkor került ő a klinikánkra 2016-ban, hematológus és a részletes vizsgálatok azonnal megállapították, hogy igen, őnek egy ritka formája van a trombotikus mikroangiopátiáknak, aminek azonnali plazmaferezis a gyógyító eljárása, ezért őt áthelyezték az intenzív terápiás osztályra, ahol el is indult ez a kezelés, három kezelés lement sikerrel, viszont a negyedik kezelés után a beteg meghalt. Érinti az összes szervét ez a betegség, nem váratlan sajnos, hogy ilyen kimenetel van ennek a betegségnek a során. Történt boncolás, ami megállapította, hogy szerte diffúzan a szervezetben jelen van az immuntrombózis, a trombotikus mikroangiopátia. Mi ez a betegség? Ez a betegség az endotélsejtek betegsége, és örülök, hogy az előző egyik előadásban is ide jutottunk, hogy itt a súlyos tüdőérintettséget az endotélsejtek érintettsége követi, ami a szétterjedő infekciónak lesz a jele. Ezek az endotélsejtek termelik a von Willebrand faktornak nevezett véralvadási faktort, ami lóg a sejtről, és a plazmatérből érkezik egy metalloproteáz, egy betűszóval jelzett metalloproteáz, amely ezt lehasítja, és szabadon kerül a véralvadási faktor. Ha ez a metalloproteáz nincs ott, akkor ez a véralvadási faktor lógva marad az endotélsejt felszínén,
őrült módon adhezív a vérlemezkéknek, összegyűjti azokat, kitapasztja az érfalhoz, és ezáltal keletkezik diffúzzan a szervezet minden erét érintően trombotikus vérrögképződés, immuntrombózis és isémia. Ennek a metalloproteáznak a hiányát több ok okozhatja. A ritka betegségek során megtanultuk, hogy ez alapvetően immunológiai vagy genetikai ok lehet, és ritkán, nagyon ritkán láttuk, hogy fertőzés során el is fogyhat akár ez a metalloproteáz, és 2020. április 4-én kaptam az első telefont a László Kórház egyik kolléganőjétől, Réti Marientől, hogy Zoli, én úgy látom, hogy ezeknek a súlyos covidos betegeknek trombotikus mikroangiopátiája van. Klinikai megfigyelésből érkezett az első jelzés a laborunkba, és szó-szót követett vizsgálatot követett, kiderült, hogy COVID során felhasználódás, másodlagos elfogyás a mechanizmusa annak, hogy miért alakul ki immuntrombózis. És itt kanyarodnék át a második betegünk történetére, aki egy egyébként makkegészséges 37 éves férfi, megkapta a koronavírus fertőzést és súlyos COVID-pneumóniával került kórházba, Semmelweis Egyetemen, a Városmajori klinikai tömb intenzív osztályára, mert kritikus hipoxia lépett fel, romló oxigenizációval, és idézőjelbe teszem, műtüdő kezelésre volt szüksége, extrakorporális membrán oxigenizációra, ami elindult, sikeres is volt, lehetett oxigenizálni a beteget, azonban a következő napokban trombocitopénia, hemolízis és vesekárosodás alakult ki. És miről van itt szó? Azt hiszem, ez az egy ábra foglalja össze legjobban ennek a betegségnek a lényegét, mert ahogy Schaff professzor asszony föltette a kérdést, hogy hol van a levegő a tüdőből, én, mint aki az érpályán belül dolgozom, fölteszem a kérdést, hogy de hol vannak a trombociták a vérből. Itt egyetlen egy nagy trombocitát látunk, ő szegényként most érkezett a csontvelőből és fiatal alak, még azt se tudja, hogy mit kéne csinálni, de az összes érett alak hiányzik. A betegnek kritikus trombocitopéniája van, hát a trombociták az érfalon vannak, és nem a vérben, amit a betegtől vettünk, mert aktiválódnak és kitapadnak. És találunk ezen az egyetlen látótéren 9 fragmentált vörösvértestet, mert az érfalhoz tapadt trombocitákon, mint egy reszelőn elnyíródnak és mechanikusan károsodnak, és így alakul ki a mechanikus hemolitikus anémia a trombocitopéniával, ami a lényege ennek az immuntrombózisnak. És szándékosan olyan látóteret választottam ki, ahol középen van egy neutrofil, ami szintén egy fiatal alak, és megkérdezhetjük, miért van itt ez a fiatal alak, még a csontvelőbe kéne ülnie. Azért, mert a többiek elmentek szintén, hova mentek el, túlaktiválódtak és elfogytak. A neutrofil szintén egy rövid életű sejt, hajlamos elfogyni, és ezzel meg is érkeztünk az immuntrombózis lényegéhez, amiben az összes sejt részt vesz, ami úszik a sejtben, meg ami az érfalhoz képes kitagadni, vagy ott van eleve endotélsejt, mert ezek együttesen hajtják a patológiát és a súlyos szövődményeket. De egy pillanatra kanyarodjunk még vissza a beteg történetéhez. Az ő esetében elvégeztük azt a részletes vizsgálati profilt, amit mikroangiopátiában egyébként végezni szoktunk. Megállapítottuk, hogy valóban ez a metalloproteáz szint, ez őben nagyon, nagyon alacsony. Megállapítottuk, hogy a komplementrendszere nem fogyott el, nem aktiválódott túl, nincs egy súlyos konzumció vagy egy szabályozási zavar, de van aktiváció. És miután ez a kép, amit itt láttunk ennél a betegnél, nem egy betegben volt jelen, ezért úgy gondoltuk, hogy ezt érdemes lenne klinikailag vizsgálni, és a László Kórház, Dél-Pesti Centrum Kórház kollégáival és Vályi nagy igazgató úrral összefogva egy klinikai vizsgálatot szerveztünk két centrumban, az egyetemen és a Dél-Pesti Centrum Kórházban, és bizony ebből hasznos, úgy gondolom klinikailag hasznos eredmények születtek, amit majd a következő dián mutatok meg. Ugyanis a következő dián majd szeretnék kitérni egy pillanatra arra a szomorú helyzetre, ami ezzel a beteggel is történt, hogy az immuntrombózis az egy goromba betegség, minden szervet érinthet, és hogyha valamilyen kritikus neuronhálózatot érint az agyban, abból görcsroham lesz, ha a szívben pedig az ingervezető nyalábokat érinti, akkor abból szívmegállás lesz, és ezek a betegek sajnos nagyon gyakran trombotikus szövődményben, vagy azoknak a következményeiben halnak meg, mint ahogy ez a betegünk is meghalt, aki kezdetben jól reagált a plazma kezelésre és a szteroid kezelésre plusz az oxigenizációra, de 31. napon sokszervi elégtelensége alakult ki, feltehetően az immuntrombózis következményei miatt.
És hogy ez gyakran előfordult, azt a számokból láttuk, mert a világszerte előbb is említett több millió haláleset, annak jó része a tüdő állapotához és az oxigenizáció problémájához köthető, de nagyon nagy részt képez a szövődmények között a trombotikus események. És ezen az ábrán részben a saját vizsgálataink alapján is összefoglaltam a patogenezis lényegét, ami úgy kezdődik, hogy a vírusfertőzés a kezdeti belépési kaputól a tüdőbe jut, a tüdőben újra replikálódva szisztémás keringésbe jut, és megfertőzheti az endotélium sejteket, amelyeken rajta van a vírusreceptor. És ez az a pont, ahol szeretnék egy pillanatra megállni, és Karikó Katalin felé fordulni az online térben, és egy csendes kalapemeléssel és főhajtással megköszönni neki azt, amit tett, mert ő azt tette, hogy az evolúciót néhány száz évvel felgyorsította, azáltal, hogy a neutralizáló antitest válasz kialakulhatott az oltásoknak köszönhetően, ami miatt a vírus szétterjedése a szervezetben nem következik ma már be az omikron variánssal, mert az omikron variánst a populációs szinten elterjedt immunválasz, a neutralizáló antitest válasz szorította ki a tüdőből az ornyálkahártyára, az elsődleges belépési kapuhoz, emiatt nincs szisztémás terjedés, és emiatt nem történik az endotélsejteknek a megfertőződése, a metalloproteáz elfogyása, a komplement aktiválódása, a neutrofilek adhezív kitapadása, a beltartalmú kibocsátása netózissal, ami egy ilyen scaffoldot, egy ilyen felületet biztosít a komplement és a koagulációs rendszer aktiválódásához, ergo nem alakul ki az immuntrombózis. Ez az oka, mint ahogy előbb Jakab professzor úr említette azt a furcsa magyar mondatot, hogy lecsendesedni látszik a fertőzés ebben a szakaszban, nem csendesedett le. Ha nézzük az esetszámokat, a fertőzések száma ugyanolyan magas, vagy még talán most, hogyha kinetikákat hasonlítanánk össze, még talán magasabb is, mint nem tudom, hanyadik hullám. A súlyos következmények száma csendesedett le. A vírus kiszorult a tüdőből, és egy közönséges légúti koronavírussá vált, aminek ez az alapja, és még egyszer kalapemeléssel köszönjük, hogy az emberiség szintjén populációs immunitás alakulhatott ki, és az új vírus gazda szervezet kölcsönhatása nem 200 év alatt kocogott el ebbe az állapotba, hanem rapidan, azonnal 1-2 év alatt kialakulhatott. És hogy nem ennyire a sötét a jövő, és hadd zárjam én is valami pozitív üzenettel a végén, hogy a kutatás nem csak onnan jutott el, hogy az egyes mechanizmusokat vizsgálja, mint ahogy Virchow vizsgálta az érfal szerepét vagy a sztázis szerepét a trombotikus folyamatokban, hanem a kutatási modellek eljutottak valamiféle holisztikus szemlélethez, és itt egy példát hoztam be, egy norvég kutatócsoport által és egyéb kutatócsoportok által is favorizált teljes vérmodell, ami olyan módon van, emberi vérről van szó, véve, hogy nem alvad meg, és in vitro manipulálható úgy, hogy minden kaszkádrendszer működik benne, és minden sejt működik benne, ezáltal a triggereket, következményeket holisztikus szemlélettel úgy, ahogy az emberben feltehetően zajlik, vagy zajlana lehet vizsgálni. És ez az a pont, ahol új hatásmechanizmusokat lehet majd feltárni, és ezek az új hatásmechanizmusok valószínűleg nem egyes mediátorokra fognak fókuszálni, hanem jelátviteli eseményekre, adott esetben akár epigenetikai átprogramozásra is. Nagyon szépen köszönöm a támogatóinknak és kollégáinknak, akikkel együttműködhettünk az elmúlt években, hogy ez a laboratórium dolgozhat, kialakulhatott munkatársaink vannak. A kollaborációt a Délpesti Centrum Kórház igazgatójának és kollégáinak, és önöknek pedig a megtisztelő figyelmet. Köszönöm Ruhász Zoltán előadását, ami az immuntrombózisról, a koronavírus járvány valóban egy fontos szövődményéről szólt. És rögtön felkérem Szekane Zoltánt, az MTA doktorát, a Debreceni Reumatológiai Tanszék vezetőjét, hogy tartsa meg előadását, amelynek címe COVID-19 és autoimmunitás. Tisztelt elnök asszony, kedves hölgyeim és uraim! Nagyon sok immunológia hangzott már el, főleg Erdei Anna akadémikus asszony és Pohászka Zoltán előadásában, de Vágynagy tanár úréba is, úgyhogy lesznek ismerős részek.
A következő 15 percben szeretnék röviden azért egy rövid áttekintést az immunválaszról, bár erről hallottunk az első előadásban, és úgy értelmeztem a felkérést, hogy az autoimmunitás COVID után, a védőoltás után is, hát az autoimmun betegek gondozása során nekünk milyen kérdések ugye merültek fel. Hallottuk az elején, hogy az immunválasz nagyon fontos, mind a sejtes, mind a humorális immunválasz a fertőzés során, és ez egy nagyon bonyolult ábra, nem is szeretném részletezni. A Dél-Pesti Kórház Uher Ferenc és Vályi Nagy Istvánnal együtt foglaltuk össze az immunválaszt a fertőzés kapcsán az orvosi etilapban, és ami a lényeg, hogy nagyon sok fehérje van a vírusban, amely különböző immunválaszt indukál, és különböző immunsejteket indukál, ami nagyon fontos a jobb oldalon, és erről fogok majd beszélni, az, hogy a természetes immunitás a vírus ellenhez döntően az interferon területén megy, és nagyon sok autoimmun jelenség mutatható ki az interferon kapcsán, amiről majd fogok beszélni. Szó volt arról, hogy mindenki azt gondolta, hogy főleg az adaptív immunválaszt, tehát T és B sejtek azok, amelyek szerepet játszanak a vírus elleni védekezésben, de hallottuk, hogy van most már a természetes immunitásnak ugye szerepe, a trained immunity-ben van természetes immunitásnak szerepe a vaszkuláris történésekben is, de hát mégiscsak az autoimmunitás kapcsán a B sejteket kell a leginkább emlegetnünk, hiszen a B sejt válasz az, amelyik végül is antitesteket képez a vírus ellen, de antitesteket képez az autoimmunitás kapcsán, és hogyha az autoimmunitás egyik mechanizmusának azt tartjuk, hogy túlpörög az immunválasz, és emiatt jöhetnek létre autoimmun kórképek, akkor ez nagyon fontos. Ami a lényeges, hogy a folikulusokban, tehát a tüszőkben egyébként hát proliferálódó B-sejtek, amik a normál B-sejt választ adják, a COVID esetében ezek eltolódnak, és a folikulusokon kívül úgynevezett extrafolikulárisan történik B-sejt válasz, amit itt a bal oldalon lehet látni, és ennek kapcsán azok a plazmasejtek, amelyek az antoantitesteket is termelik, ezek elszaporodnak, sőt, hát olyan atipusos B-sejtek szaporodnak fel, amelyek döntően a betegség kialakulásában vesznek részt. Egyértelmű az is, hogy az immunválasz súlyossága az rendkívül fontos az autoimmunitás szempontjából. Ugye az utolsó előadásban Müller professzornő fog majd a long covidról vagy post covidról is beszélni. Itt is vannak immunológiai jelenségek, de az a lényeg, hogy ha valamilyen súlyos, kritikus covid alakul ki, akkor az ellenanyagoknak a termelődése, a természetes immunitás az elhúzódó lesz, és az interferon válasz pedig valamilyen szinten csökken. Vályi Nagy professzor előadásában már lehetett hallani a citokinviharról, és erről a MIS-ről, vagy multiszisztémás gyulladásos szindrómáról, és hát ugyan hallottuk azt, hogy az egészségügyi ellátórendszer végül is a topon volt a COVID alatt, azért el lehet azt mondani, ami hát kicsit kihallatszott a Vályi Nagy professzor előadásából is, hogy az a folyamat, amikor a vírus fertőzés és a tüdőgyulladás átalakult egy súlyos citokinviharra, az nem mindig került felismerésre. Nagyon sokat dolgoztunk azon másokkal együtt, hogy az immunológiát belevigyük a virológiába, mert az a dogma, hogy egy fertőző betegséget nem kezelünk immunszupresszióval, az nagyon sok helyen hát tetten érhető volt. És azt tapasztaltuk, hogy ha sikerült az immunszupresszió lényegét, a szteroid és a citokingátlóknak a lényegét bevinni a rendszerbe, azokban a centrumokban, ahol ilyen szemlélettel követték a COVID-betegek kezelését, ott egyrészt a COVID lefutása is hát úgy néz ki, hogy jobb volt, másrészt pedig a szervi szövődmények kevésbé alakultak ki. Ezután, a rövid bevezető után tényleg térjünk át az autoimmunitásra. Miért alakul ki autoimmunitás a COVID után? Természetesen ez egy teljesen általános ábra, és nem csak a COVID-ra vonatkozik. Miért alakul ki autoimmunitás egyáltalán? Tudjuk, hogy van a genetikának és a környezeti tényezőknek, például a vírusnak egy együttes hatása, amin mellett hormonális hatások is vannak, és van egyfajta hiperstimuláció, ami az immunrendszernek már általam említett túlpörgését jelenti. De egy másik jelentős mechanizmusa az autoimmunitásnak az úgynevezett molekuláris mimikri, amikor a kórokozó, jelen esetben a SARS-CoV-2 vírus és a saját szervezetünkben levő szervek, szöveteknek a fehérjei között hát átfedések vannak, és ez lehetőséget teremt arra, hogy amikor a vírust megpróbálja eliminálni az immunrendszerünk, akkor megtámadja a saját szöveteket és a szerveket. Ez egy hosszú listája azoknak a heptapeptideknek, tehát 7 aminósabból álló peptideknek,
amely közös a SARS-CoV vírusban és közös a mi szervezetünkben. Jobb oldalt lehet látni, hogy milyen emberi fehérjék azok, van köztük citokin, van köztük nagyon jelentős jelátviteli molekula, de akár pajzsmiriggyel összefüggő molekula is, amelynek a 7 aminósabból álló szekvenciája megtalálható a SARS-CoV-2-nek a tüskefehérjében is, és ez lehetőséget ad autoimmunitásra és molekuláris mimikrire. Az autoimmunitás kérdését a COVID után az két részre kell bontani, mert vannak autoantitestek és vannak autoimmun betegségek. Nyilvánvalóan a COVID-tól függetlenül is tudjuk, hogy az itt ülők valószínűleg 20%-ában kimutathatók úgy autoantitestek, például egy fertőzéses nátha után, hogy nem alakul ki mellette autoimmun betegség. Ezek az autoantitestek lehetnek például antinukleáris antitestek, de ki fogok rá térni, és ebben nagyban kapcsolódok a Prohászka tanárról professzor előadásához, hogy rendkívül sok autoantitest termelődik a véralvadási kaszkád és a trombotikus rendszernek a sejtjei és a fehérjeivel szemben. Viszont relatíve kevés valódi autoimmunbetegség alakul ki, tehát annak ellenére, hogy mintegy 30 féle autoantitestet írtak már le a COVID után, és ugye mindig az a kérdés, hogyha egy autoimmunbetegség kialakul a COVID után, az vajon a COVID-tól van-e, vagy pedig egyébként is kialakult volna, és ezért nehéz néha az orvosoknak a döntése, de lehet azt mondani, hogy azért nagyon ritkán virtigli autoimmun betegségek is kialakulhatnak. Ezt a cikket éppen ma tárgyaltuk át egy kicsit Vályi nagy tanárul a reggel, hiszen itt arról van szó, hogy itt sikerült kimutatni azt, hogy hogyan alakulnak ki az autoantitestek, és ez hogyan függ össze a betegség súlyosságával. Ezen a baloldali rendkívül bonyolult táblázatban inkább csak a számokat tessenek nézni. Az első oszlopban lehet látni az autoreaktív antigéneket és az ellenük termelt autoantitesteket, és hogyha a HD az a egészséges, az aut, az ambulánsan kezelhető, tehát enyhe, covidos. Az ICU az gyakorlatilag az intenzív osztályon kezelendő súlyos covidos, és utána az ARDS-es beteg, akkor lehet látni csak itt szemre is, hogy sokkal több autoantitest van azokban, akik intenzív osztályon kezelődnek. Hogyha kiemelünk két fontos antitestet, az antinukleáris antitestet, vagy az antikarbomilát fehérje antitestet, aminek például a reumatoid artritisben van szerepe, akkor lehet látni, hogy a legmagasabb szintű autoantitestet az intenzív osztályon kezelt betegeken látható. Tehát amit hallottunk a Vályi nagy tanár előadásában, nem csak a citokin vihar vezet ahhoz, hogy a beteg autoimmun, vagyis intenzív osztályra kerül, hanem bizonyos autoimmun mechanizmusok felgyorsulnak, és a beteg, hogyha túléri az intenzív osztályos kezelést, akkor fennmaradhatnak bizonyos autoimmun rendszerek. Nincs egyetlen olyan vizsgálat sem, amely összefüggést mutat a COVID súlyossága és az autoimmun betegség kialakulásának gyakorisága között, de azért azt gondoljuk, hogy minél súlyosabb volt a COVID, annál nagyobb az esély a post-COVID, long-COVID és az autoimmun jelenségek kialakulása kapcsán. Ez az ábra folyamatosan változik, ugye Schönfeld professzor úr munkacsoportja egyszerűen leírja, hogy milyen autoantitestek felül, alul pedig, hogy milyen betegségeket írtak már le a COVID körül, és hát lehet látni, hogy az ACE2 ellen is termelődhet antitest, de amiről beszélni fogok, az az interferon elleni antitest, ami lényegében a védekezést kapcsolja, illetve az előző előadáshoz kapcsolódóan mind a kardiolipin, foszfatidilszerin, foszfatidilkolin, a heparin PF4 faktor és a protonbin ellen is vannak autoantitestek, tehát a trombotikus események a kialakulásáért részben ezek is felelősek azon mechanizmusok mellett, amiről Prohászka professzor úr beszélt. Alul pedig azt lehet látni, hogy döntően organspecifikus autoimmunbetegségek, tehát pajzsmirigy betegség, egyes típusú diabétesz, vagy akár az ITP alakul ki, vagy a vesebetegség alakul ki, esetleg trombotikus, például antifoszfolipid szindróma, és igazi klasszikus poliszisztémás autoimmunbetegséget, tehát lupuszt vagy szklerodermát, azt nagyon ritkán lehetett látni. Tehát úgy tűnik, hogy valóban az autoimmun mechanizmus, ami a betegséghez vezet, az döntően egy szervrendszer köré megy, annak ellenére, hogy mint hallottuk, a trombotikus események minden szervben létrejönnek. A protrombotikus antitestek közül tényleg az antifoszfatidilszerin és protrombin, ez a PSPT, az antikardiolipin,
És az anti-beta-2 glikoprotein, ami az antifoszfolipid szindrómának része emelhető ki, egy elég nagy vizsgálatban 172 covidos beteg közül, hát különböző százalékban találtak ilyen antitesteket, de 24%-ban vagy a PS, vagy a PT elleni antitest, 50%-ban pedig valamilyen pozitív antifoszfolipid antitestet lehetett találni. A calprotectin az jelzője lehet a úgynevezett neutrofil extracelluláris csapdák kialakulásának, és valóban leírták azt, hogy a antifoszfolipid antitestek összefüggnek az ilyen neutrofil extracelluláris csapdák és a calprotectin termeléssel. Ezeket a csapdákat hát ki is lehetett mutatni. A másik pedig, hogy az antifoszfolipid szindrómáknak antitesteknek a pozitivitása, az egy csökkent vesefunkcióval függött össze, és erről nyilvánvalóan az előző előadásban hallottak alapján egyértelművé válik, hogy a vese károsodásnak is a vese artériájában hát létrejövő trombotikus események jöhetnek szóba. Jobb oldalt pedig egy állatmodellen vizsgálták a trombus formációt, a trombus hosszát nézték meg tulajdonképpen milliméterben, és azt nézték meg, hogy a COVID betegekből kivett szérumban levő magas antitesti terű és alacsony antitrombotikus antitesti terű betegekből vett szérum hogyan indukál trombózist ebben az állatmodellben, és azt lehetett tapasztalni, hogy azon embereknek a széruma, amiben sok antitrombotikus antitest van, ott nagyobb hát és hosszabb trombus alakult ki az egerekben. Ez a rendkívül bonyolultnak látszó ábrább csak azért tettem fel, hogy hány aspektusa van ennek az egész kérdésnek, és szeretnék csak fönt arról utalni, hogy összefüggésbe került az antikardiolipin antitest a súlyos Covid-dal. Az is egyértelmű, hogy ha a gyulladás nagyobb, tehát itt a B ábra, magas a CRP, akkor több autoantitestet sikerült kimutatni, tehát a szisztémás gyulladás kiemelt foka mellett több autoantitest volt, mint hogyha alacsony volt a CRP, és a jobb felső sarok pedig az anti-interferon antitestet lehetett látni. Az egyértelművé vált, hogyha AC2-vel beoltott állatoknál figyelték a túlélést és a súlyvesztést, akkor azon állatokban, amikben anti-interferon antitest volt, ott súlyosabb volt a betegség, és ezt az emberekben is a jobb alsó ábrán ki lehetett mutatni. Tehát a súlyos, életveszélyes COVID esetében sokkal gyakrabban mutattak ki anti-interferon antitesteket. Az anti-interferon antitest ugyanis a vírus védekezés első vonalban levő interferon 1 és interferon 3-nak a kikapcsolásában vesz szerepet, és az anti-interferon antitest az mindenképpen súlyosabbá teszi a fertőzést. Még egy rövid pont van, az autoinflamáció, amely pedig hát tudjuk, hogy egy autó antigéntől független kétlépcsős folyamat, főleg a interleukin 1-hez és a kaszpáz aktivációhoz kapcsolódik. Ez is egy terápiás lehetőség, mert kaszpáz vagy inflammaszoma aktivátorokkal lehet csökkenteni, vagy antitestekkel lehet csökkenteni a autoinflamációt. És az utolsó momentum az a védőoltással kapcsolatos. Szó volt már az immunrendszer hiperaktivációjáról, szó volt arról, hogy döntően az első generációs vakcinákban levő alumíniumhidroxid adjuváns az serkentheti az autoimmunitást, és hát egyértelmű, és ez is kapcsolódik az előző előadáshoz, hogy főleg a adenovírus vakcina mellett látható trombotikus események, amiből hát néhány haláleset volt szerte a világon, ezzel kapcsolatban írták le a VITT-et, tehát a vakcina indukált trombopéniás trombózist, ami az anti-PF4, tehát a trombocitákon levő 4-es trombocita faktor elleni antitestnek tudható be mai tudásunk szerint. Ez is egy autoimmun jelenség tulajdonképpen a VITT, ha lehet azt nézni, akkor annak a immun trombózisnak a egyik formája, amit az előzőekben Prohászka professzor úr is bemutatott. Ezeket a részeket már nem mutatnám be. Tulajdonképpen azt akartam még elmondani, hogy az autoimmun betegségek kezelése az rendkívül nehéz volt a COVID alatt, részben azért, mert el voltak zárva tőlünk, online nagyon nehéz ezeket a betegeket gondozni, és az immunszupresszió, ami közül például a B-sejtgátlóknak a hatását láttuk, az rendkívül nehézé teszi a folyamat. Itt egy közös munka a szegediekkel, ahol a különböző vakcináknak a hatásait autoimmun betegekben vizsgáltuk, és azt lehet látni, hogy az Spike RBD elleni hát humorális immunválasz jelen esetben is a Sinopharm ellen volt az autoimmun betegekben a leggyengébb, és hát itt is gondolva Karikó Katalinra, a legerősebb választ az autoimmun betegekben is a Pfizer mRNA-s vakcinája adta, tehát mindenképpen egyébként a hazai ajánlás és a
a vakcináknak a labelje is azt mondta, hogy döntően az autoimmun betegeket az mRNA-s vakcinával kellett vakcinálni. Nem véletlen, hogy az autoimmun betegek voltak a célpontjai a negyedik oltás kérdésének is. Mai tudásunk szerint, akinek egészséges immunrendszere van, és már be volt háromszor oltva, annak nem kell negyedik oltás, főleg, hogyha 80 év alatti. Az egyik olyan csoport, aminek a júliusban az EMA is ajánlotta a negyedik oltást, ez az immunkompromittált betegek, legyenek autoimmunbetegek, vagy pedig immunszupressziót kapó betegek. Mint elhangzott a korábbi előadásokban is, a hazai munkacsoportok, így a Délpesti Kórház, vagy a Müller Veronikáik munkacsoportjával együtt számos hát olyan cikk született, ami ezeket a témákat megpróbálta körbevenni, és hát nagyon örülök, hogy végül is ebben a hazai tudományos élet össze tudott állni, és a dolgoknak az autoimmunitásról, a trombózisról, a tüdőgyulladásról és egyéb dolgokról való kapcsolatában itt csak a hazai összefoglalókat mutatom be, amelyek a nyilván a közönség számára is hát érthetően íródtak, emellett természetesen számos eredeti angol nyelvű közlemény is kollaborációban megszületett. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm Szekanes Zoltán előadását az autoimmunitásról, ami a COVID kutatásoknak egy nagyon új területe. És egyben felkérem Moldvai Juditot, az MTA doktorát, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egyes számú pulmonológiai osztályának osztályvezető főorvosát, tartsa meg előadását, aminek címe a COVID pulmonológiai és onkológiai vonatkozásai. Tisztelt elnökasszony, kedves Karikó Katalin, tisztelt hallgatóság! A COVID-19 rendkívüli kihívást jelentett a pulmonológusoknak és az onkológusoknak egyaránt. Jól ismert, hogy a SARS-CoV-2 az a légutakon keresztül károsítja a szervezetet, és súlyos SARS-CoV-2 infekció esetén rendkívül kiterjedt tüdőparenhíma károsodást figyelhettünk meg. A COVID-19 részben az immunrendszer gyengülése révén fokozza a karcinogenezist. És azt is láttuk, hogy a pandémia az orvosi ellátást korlátozta, és megfigyelhettük, hogy milyen nehéz volt a krónikus betegeket, tüdőgyógyászként mondom, hogy a COPD-s betegeket ellátni, nem volt megfelelő a gondozás bizonyos periódusokban, és sajnálatos módon egyes időszakokban a szűrővizsgálatok elmaradtak, így például a tüdőrák szűrés is. A tüdőrákról tudjuk, hogy ez a vezető daganatos halálok világviszonylatban is, Magyarországon is, és rendkívül sok embert érint. Annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban a diagnosztika és a terápia nagyon sokat fejlődött, az 5 éves túlélés még mindig 20% körül van. Nagyon nagy a különbség azonban a rendkívül korai stádiumban történő felfedezéskor megfigyelhető 80-90%-os 5 éves túlélés, illetve a 4-es stádiumban felfedezett daganatoknál észlelt 5%-os túlélés között. Sajnálatos módon hazánkban a tüdőrákot közel 50%-ban 4-es stádiumban fedezzük fel, ami azt jelenti, hogy a betegnél már távoli áttét figyelhető meg, sokszor az agyban, csontban, májban vagy a mellékvesében. Éppen ezért a korai felismerés és a szűrés jelentősége óriási. Tudjuk azonban, hogy a COVID-19 kapcsán kényszerű intézkedésekre is sor került, és ezen az ábrán azt láthatjuk, hogy bizonyos beavatkozásoknak, az elektív beavatkozásoknak, az egynapos sebészetnek, vagy a szűrésnek a felfüggesztésére mikor került sor. Ha most fókuszálunk a tüdőrákra és megvizsgáljuk a betegszámot, akkor láthatjuk azt, hogy a 2020-as év egyértelműen egy betegszám csökkenést hozott magával, ami a következő időszakban is folyamatosan megfigyelhető volt. Az ábrán a 3 legfontosabb daganattípust ábrázoltuk, az emlőrákot, a kolorektális karcinómát és a tüdőrákot. Pirossal a tüdőrákra vonatkozó adatokat tüntették fel a szerzők. A hétköznapi gyakorlatban is tapasztaltuk ezeket az adatokat, ezeket a változásokat,
aminek a lényege az, hogy a kemoterápiát illetően volt a legkisebb csökkenés megfigyelhető, ennél nagyobb volt a sugárterápiára vonatkozó, több mint 20%-os csökkenés, és sajnálatos módon a műtéti beavatkozások száma az nagy mértékben csökkent. Elsősorban annak köszönhetően, hogy a szűrés elmaradása miatt a korai stádiumú felismerés jelentősen csökkent, illetve a betegek egy része sajnos a hosszú várakozási idő, hosszas kivizsgálás miatt gyakorlatilag kicsúszott a reszekciós periódusból. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a COVID-19 nem ritkán egy beteg tüdőben alakult ki. Magyarországon a felnőtt lakosság körülbelül 30%-a dohányzik, és jól ismert, hogy a dohányzás körülbelül 90%-ban oka a COPD-nek, a krónikus obstruktív légúti betegségnek. Én most csak két fontos cikket hoztam ide, az egyik az egy nagyon friss cikk. Egyértelműen igazolta azt, hogy a nikotin az egyértelműen káros a COVID vonatkozásában, fokozza a SARS-CoV-2-nek a citopatogén hatását, fokozza az inflammatorikus citokinek szintjét és súlyos sejtkárosodást eredményez. Egy másik 2020-ban közölt publikáció pedig a mitokondriális diszfunkcióval kapcsolatos érdekes eredményeket mutatja be. Egyrészt rávilágít arra, hogy a COVID-ban is megfigyelhető mitokondriális diszfunkció és akár a súlyos COVID-ér is felelős lehet. Másrészt arra utal, hogy a dohányzás, ami a COPD-ben és az idiopátiás pulmonális fibrózisban is szerepet játszhat, ugyancsak okozhat mitokondriális diszfunkciót. A COPD prevalenciájáról elmondhatjuk, hogy Magyarországon körülbelül 500 000 embert érint. Ezeket a CT és röntgen képeket mind az Országos Kurányi Intézetben kezelt betegekről készítettem, és itt a felső kép páron látszik az, hogy egy kezdetben csak COPD-ben szenvedő betegnél milyen súlyos károsodást tud létrehozni a COVID-betegség. Az intersticiális tüdőbetegségek prevalenciája Magyarországon nem ismert, csak becslések vannak, körülbelül 2000 beteggel számolhatunk. És az egyik betegünknél, akinél ismert volt a tüdőfibrózis, sajnos SARS-CoV-2 infekció alakult ki, és hát látható az, hogy milyen súlyos tüdőkárosodás jött létre. Szerencsére ez a betegünk, aki jelenleg a mai napon is az osztályunkon fekszik, végül is nem került lélegeztetőgépre. Ilyen értelemben megúszta a súlyos COVID fertőzést, de ez mindig egy nagyon-nagyon nehéz klinikai helyzet és terápiás döntés, hogy vajon mit tudunk tenni az ilyen betegekkel. A COVID-19 nagyon sok mindenre megtanított minket. Egyrészt felhívta a figyelmünket a HRCT-nek, a nagy felbontású CT-vizsgálatnak a jelentőségére, hiszen ha megnézzük a baloldali képet, ami egy súlyos emfizémás betegünket ábrázol, a klasszikus, jellegzetes emfizémás jelekkel, akkor talán nem is gondolnánk azt, hogy mennyire súlyos COVID-fertőzés van emellett még a beteg tüdejében. De ha megnézzük a HRCT képet, akkor teljesen egyértelmű, hogy mindkét tüdőben valamennyi lebenyben súlyos, gyulladásos eltérések figyelhetők meg. Azután megtanultuk a COVID-19 során a vérgáznak a jelentőségét, és itt ez idáig kiváló előadásokat hallottunk a trombotikus szövődményekről, az embóliákról. Én azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a hipoxiának, az oxigén hiánynak mekkora jelentősége van a betegség lefolyása során, viszont sokáig ez csöndben marad, egy silent hipoxia volt megfigyelhető, és aztán utána hirtelen omlott össze klinikailag a beteg. Az oxigén igény extrém magas is lehet a COVID-ban, akár 8-10 liter per perc oxigén igénye is lehet a betegnek, és ugye megtanultuk azt, hogy rendkívül nagy a tüdőembólia veszélye, hiszen itt nem csak egy citokin viharral, hanem akár egy bradikinin viharral is számolnunk kell. Éppen ezért a hétköznapi életben megnőtt a pulzoximéternek a jelentősége, és amire nagyon fel kellett hívni a figyelmet a betegeknél, vagy akár a lakosságnál, hogy a hipoxiának a sebességét figyelni kell, mennyire gyorsan romlik az oxigén szaturáció. És hát nagyon-nagyon vártuk a vakcinát.
És így a vakcinára várva 2020 márciusában, amikor valahogy azt érzékeltük, hogy mintha Magyarországon egy picit kedvezőbb lenne a járványügyi helyzet, akkor felmerült az a gondolat, hogy talán a Morbus Hungaricusnak, talán a TBC-nek, vagy pedig a BCG oltásnak, ami 1953 óta kötelező Magyarországon, talán lehet valami védő szerepe. És én 2020. március 25-én ezt a három kulcsszót ütöttem be a számítógépbe, hogy BCG, hogy vakcináció és hogy COVID. És a legnagyobb meglepetésemre ez a cikk jelent meg, ez a közlemény, mely szerint Hollandiában már van egy vizsgálat, amely azt célozza, hogy egészségügyi dolgozóknál egy BCG revakcinációt alkalmaz, és vizsgálja, hogy van-e ennek valamilyen védőszerepe. És én akkor felvettem a kapcsolatot Krevel professzor úrral, és megkérdeztem, hogy esetleg részt vehetnénk ebben a vizsgálatban. Pár órával később ott volt a válasz, hogy sajnos ebben már nem, mert elindult a vizsgálat, de ha gondolom, ő nagyon szívesen átküldi a protokollt. Én nem akartam hinni a szememnek, de valóban így volt, két órával később a gépemen volt a vizsgálatnak a protokollja, és ekkor egy hihetetlen összefogásnak lehettem a szemtanúja. Néhány napon belül szakmai baráti körből verbuválódott kutatócsapat állt össze. Megtörtént a protokollnak a magyar fordítása és a hazai viszonyokra történő adaptációja, és néhány hét után, április 22-én az UGI-be be tudtuk adni ennek a vizsgálatnak az engedély kérését, és rekordgyorsasággal, alig több mint két héttel később megkaptuk az engedélyt, így csatlakozni tudtuk a holland vezetésű nemzetközi vizsgálathoz. A vizsgálat elméleti hátteréről Erdei professzor asszony előadásában részletesen hallottunk. Én csak annyit emelnék ki még egyszer tehát, hogy adott esetben egy baktérium ellenes vakcinának lehet aspecifikus hatása, így adott esetben vírusellenes vagy akár gombaellenes hatása is lehet. A COVID elleni vakcina előtt sajnos nem ritkán megfigyelhettünk ilyen súlyos tüdőkárosodásokat, mint amit a felső CT sorozaton láthatunk. Szeretném azonban kihangsúlyozni, hogy ezt a klinikai lefolyást, miszerint három hétnél kevesebb alatt ilyen relatíve szép javulásnak lehettünk a szemtanúi, az esetek döntő többségében nem dohányos egyéneknél figyelhettük meg. És aztán a vakcina megérkezett, elsőként az Országos Kórhányi Intézetben a Pfizer vakcinát alkalmaztuk, és egyre gyakrabban láttunk ilyen klinikai lefolyást, hogy tehát minimális klinikai tünetek mellett negatív mellkasröntgen képpel, de azért a CT mutatta, hogy azért van kétoldali enyhe tüdőgyulladás, gyakorlatilag két héten belül lezajlott a betegség. És hát sajnos a vakcina rendelkezésre állt, ennek ellenére voltak olyanok, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel, és itt szeretném bemutatni ennek az 51 éves, nem dohányos, korábban élsportoló férfinek a kortörténetét, aki sokáig hát nem vette igénybe ezt a lehetőséget. Az első oltást 2021. október 28-án kapta meg, de akkor sajnos már túl késő volt. Néhány nappal később kezdődtek a panaszai, majd pedig orvoshoz fordult, és végül is olyan súlyos klinikai állapotba került, hogy 2021. december 1-én az Országos Kórhányi Pulmonológiai Intézetbe került felvételre, és 100%-os oxigén adás mellett is rendkívül rossz oxigén szaturáció volt megfigyelhető. Kezdetben kollégáink próbálkoztak a non-invazív ventilációval, azonban másnap gépi lélegeztetésre szorult a beteg, és ahogy látszik a drámai képsorokon, nem sokkal később már a teljes tüdő állományt érintő, igen kiterjedt, súlyos gyulladással álltunk szemben, és annak ellenére, hogy az ECMO, az extra korporális membrán oxigenizáció is bevezetésre került, sajnos a beteget néhány nappal később elveszítettük. Az itt készült képi dokumentáció mutatja azt, hogy mennyire átépült a tüdő, mennyire megszűnt a levegő benne, ahogyan azt Schaff professzor asszony is mutatta a szövettani képen. És részben ezek az esetek is hozzájárulhattak ahhoz, hogy az egészségügyi személyzet bizony elfáradt.
Ezen az ábrán, ebben a publikációban demonstrálták a kollégák, hogy a COVID alatt a 2021-es évben adott esetben 20%-kal növekedett a kiégésben szenvedők aránya a szakdolgozók körében. És ha megnézzük a súlyos kiégésben szenvedők arány növekedését, akkor hasonlóképpen láthatjuk azt, hogy egy 20-25%-os növekedés figyelhető meg. És szeretném kihangsúlyozni, hogy adott esetben nem csak direkt módon a COVID által, hanem a COVID miatt is ért veszteség bennünket, mindannyiunkat. Pulmonológiai szempontból nagyon sok elhanyagolt tüdőgyulladást láttunk, nagyon sok elhanyagolt mellhártyagyulladást, következményes abszeszusokkal, empiémával. Sajnálatos módon sok esetben nem volt felismert, a tüdőembólia nem került a beteg időben kezelésre. Onkológusként azt tudom mondani, hogy a daganat sok esetben késői stádiumban került felismerésre, ezáltal a sebészi beavatkozás lehetősége csökkent. Ahogy említettem már, a betegek kifutottak a sebészi eltávolíthatóság lehetőségéből, és egyes esetben vagy a betegek nem vállalták a műtét utáni adjuváns terápiát, vagy megmondom őszintén, néha mi is úgy voltunk, hogy féltünk ennek alkalmazásától. De azért hadd mondjam azt, hogy a COVID-19-nek voltak pozitív vonzatai is. Már szó volt arról, hogy az EST, az online betegellátás milyen fantasztikus módon és sebességgel fejlődött. A pulmonológiában egyértelműen a COPD-s betegek gondozása, az elektronikus receptfelírási lehetőség, amit mindenképpen meg kell említenem, de az interstíciális betegségekkel kapcsolatos tímek megalakulása és online működése is a hétköznapjaink részévé vált. Onkológusként azt mondanám, hogy az onkotímek egyértelműen az online térbe tevődtek át, és nagyon flottul működtek. És a másik fontos dolog, hogy a nemzetközi kongresszusok, ahova nem mindenki juthatott el korábban, azok online hozzáférhetővé váltak, így sokkal több kollega számára elérhetővé váltak a fontos szakmai információk. És nagyon-nagyon izgalmas szakmai kollaborációk jöhettek létre, erről a vizsgálatról már Kásler miniszter úr is tett említést. A lényege az volt, hogy vizsgáltuk a többlethalálozást Közép-Európában, és be tudtuk bizonyítani azt, hogy valóban, különösen összehasonlítva a V4 országaival, Magyarország nem olyan rossz helyen áll, mint ahogy azt korábban gondolták rólunk. Egy másik izgalmas kollaboráció, ami Sarkadi akadémikus úrral zajlik jelenleg is, kiértékelés alatt vannak a vizsgálati eredmények, az pedig arról szól, hogy a Korányi Intézetben kezelt covidos beteg vérét elemezve próbálunk valami fajta predikciót találni, hogy kik azok, akik súlyos betegségben fognak szenvedni, ha ezt a vírusfertőzést megkapják. És egyértelműen növekedett az ECMO hozzáférése, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a 21 éves fiatalember, akit idén nyáron kezeltünk az intézetünkben, azt kell, hogy mondjam, hogy az ECMO-nak, képletesen a COVID-nak köszönheti az életét, hiszen egy akut légzési elégtelenség állapotában került felvételre, gyakorlatilag másnap az intenzíves kollégák már ECMO mellett döntöttek, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon ritkán látunk ilyen látványos és egyértelmű klinikai és radiológiai javulást, és ez a fiatalember ma már csak ambulánssal jön be hozzánk kontrollra. És végezetül az mRNA-s alapú Pfizer-BioNTech vakcinával kapcsolatban el kell, hogy mondjam azt, hogy tüdőrákkal foglalkozó klinikusként milyen fantasztikus érzés az, hogy ebben az évben nyáron elindult egy fázis 1 vizsgálat, amelynek a lényege, hogy egy messenger RNS alapú, de rák ellenes vakcina klinikai vizsgálatáról van szó, és nem kis sejtes tüdőrákos betegek kerültek bevonásra, olyan betegek, akik korábban már több kemoterápiás kezelésen estek túl vannak immunterápián, és adott esetben a szigorú szakmai kritériumok alapján bevonásra kerülhettek. Több száz beteget kellett előszűrni ahhoz, hogy megtaláljuk az erre a vizsgálatra alkalmas beteget, és nagy örömmel és nagy büszkeséggel szeretném önöknek elmondani, hogy a világon az első 2 tüdőrákos beteg az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 1-es pulmonológiai osztályának betegei közül került ki, és fut jelenleg ebben a klinikai vizsgálatban.
Az elmúlt 15 évben megtapasztalhattuk azt, hogy a molekuláris célzott terápia alkalmazásakor nem ritkán ilyen gyönyörű szép látványos regressziót tudunk elérni, ami sokszor éveken keresztül fennmaradhat, mint ennél a középkorú nem dohányos nőbetegünknél, akinek egy ALK transzlokáció pozitív tüdőrákja látható az első képen, a baloldali képen, és néhány hónappal később, alektinin kezelés után ilyen fantasztikus eredményt sikerült elérni. Én azt remélem, hogy a messenger RNS alapú rák ellenes vakcina alkalmazásával is majd ilyen gyönyörű szép eredményeket fogunk tapasztalni a klinikai gyakorlatban. Végezetül szeretném hálámat és köszönetemet kifejezni Karikó Katalinnak és munkatársainak, hogy az mRNS vakcinával segítségünkre voltak a COVID-19 legyőzésében, és én nagyon bízom benne, hogy egy ilyen alapú vakcinával a tüdőrák elleni harcban is a segítségünkre lesznek. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm Moldvai Judit előadását a legsúlyosabb betegcsoportról, hiszen a tüdőrák mortalitási listákat, európai listákat sajnálatos módon a magyarok vezetik. És megkérem Müller Veronikát, az MTA doktorát, a Semmelweis Egyetem általános orvosi kar pulmonológiai intézet igazgatóját, tartsa meg előadását a COVID-19 hosszú távú hatásai címmel. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt hallgatóság. Az én feladatom viszonylag egyszerű és könnyű, mert minden fontos adat elhangzott már, ami a koronavírussal kapcsolatban, azt hiszem, az elmúlt két évet döntően meghatározta. Nagyon nagy öröm itt állni, hogy lényegében szerintem mindenkivel tudtam együtt dolgozni ez alatt a két év alatt tudományosan, és nagyon jó volt látni azt a rengeteg sok szép eredményt, amit ez az összefogás tudott mutatni. De hát szerencsére ma itt ülhetünk, maszk nélkül, a többségünk bizonyára beoltva, és nagyon bizakodom, hogy senkinek sem kellett nagyon súlyos infekción átesnie, de nagyon sok eredményt hallunk, illetve nagyon benne van a köztudatban, hogy vajon milyen hosszú távú kihatásai lehetnek a koronavírusnak. Hát nem szeretném magát a definíciót még egyszer előszedni, de alapvetően ugye a második definícióról azért még egyszer röviden megemlékeznék. Tehát long covid vagy post covidnak ugye ez a nagyon hosszan elhúzódó hatása, az nem jelent mást, mint hogy a tünetek, illetve az eltérések azok nagyon hosszan fennállnak, legalább 4 héttel a fertőzést követően, illetve a tünetek és eltérések 4 héttel a gyógyult betegben más kórállapottal már nem magyarázhatók. Tehát minimum el kell tennie 4 hétnek a fertőzés után, és kell, hogy maradjanak olyan tünetek, amit semmi más nem magyaráz, ugye ez mindig a legnehezebb része, hogy ezt kizárhassuk. Azt se szabad elfelejteni, hogy régen is voltak fertőző betegségek, és általában egy súlyos, a szervezetet nagyon megterhelő kórállapot után azért mindig maradnak bizonyos plusz tünetek, de ez az óriási mennyiségű COVID fertőzés, ez most adott egy lehetőséget arra, hogy ezt jobban tudjuk tanulmányozni. Mit is érint hosszú távon egy lezajlott koronavírus fertőzés? Nagyon sok szervrendszert érinthet, nagyon kiemelt helyen szerepelnek a légzőszervi, a kardiológiai, illetve a neurológiai eltérések, ezért nem csak a tüdőgyógyászatot, de a kardiológiát, neurológiát, pszichiátriát, tehát lényegében nincs olyan orvosi szakterület, amit ne kellene itt felsorolnom, ahol a páciensek megjelenhetnek egy koronavírus fertőzés után. Külön szerepeltetném a gyermekkori eltéréseket, ugye ott nagyon speciális korformák is megjelennek, én ezeket nem fogom érinteni ebben a néhány diában. Sok online konferencia volt, úgyhogy az amerikai nagy konferencia is, a tüdőgyógyász konferencia is online zajlott, és ez elég korán, 21-ben már mutatta, hogy mekkora nagy igény jelentkezik a tekintetben,
hogy a betegek egy lezajlott koronavírus fertőzés után fennmaradó panaszokkal megjelennek. Ismertük már ezt már a kínai tanulmányok kapcsán is, leginkább tüdőgyógyászati, neurológiai, illetve kardiológiai komplikációkkal fordultak az emberek ismételten az egészségügyi ellátók rendszerhez. Mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy ezekben az esetekben még nem állt rendelkezésre az oltás, úgyhogy itt még egyszer az én részemről is egy nagy köszönet Karikó Katalinnak és annak a sok-sok kutatónak, aki végül is lehetővé tehette, hogy most már rendelkezünk oltóanyaggal. Hát mi is történik egy ilyen súlyos koronavírus fertőzés után, és ezt nagyon szépen köszönöm, mert a CT felvételeket most már rutinosan nézheti mindenki. Tehát itt is egy esetet szeretnék mutatni, ahol az első három kép látható, hogy nem sok levegő van a tüdőben, hogy a levegő az fekete színnel jelenik meg a keresztmetszeti CT képeken, és hát ha valaki figyelmesen nézi, akkor a legfelsőben ott még látható, hogy ugye egy tubus van a légcsőben, tehát ez egy lélegeztetett beteg. Ez 2021 márciusában volt, ugye ekkor volt az alfa hullám, itt az embereknek a döntő többsége még nem részesülhetett védőoltásban, és hát nagyon-nagyon nagy mennyiségben kerültek akkor be az egészségügyi ellátórendszerbe az emberek. És előzőekben is láthattuk, hogy azért a tüdő egy csodálatos szerv, mert fantasztikus regenerációra képes, csak kell neki egy kis idő, hogy tudjon regenerálódni, és hát nagyon nem mindegy, hogy mekkora az a kiterjedés, amit érint, de hát néhány, mondjuk egy hónap után egy óriási javulás az, amit láthattunk. De ha valaki ezt kritikusan szemléli, azért még maradtak azon a tüdőn eltérések, és az volt az igazi nagy kérdés, hogy vajon hosszú távon ez mennyire fogja megbetegíteni a tüdőt, számolhatunk-e hosszú távon a tüdőt érintő strukturális eltérésekkel, ez is elhangzott már az én nagy örömömre, interstíciális tüdőbetegséggel, ez a laikusok számára sokszor tüdőfibrózisok gyűjtő néven lehet esetleg ismert. Tehát, hogy várhatunk-e arra, hogy egy ilyen nagyon komoly a tüdőt ennyire megterhelő infekció után mondjuk kialakulhat-e egy tüdőfibrózis. Hát mit láttunk a napi gyakorlatban? Hát ennek a vizsgálatára és ezt felismerve 2021. február 1-én elindult a Szemeveszetemen egy post-covid ellátási modul, ami döntően a nagy tüdőgyulladással rendelkezőknek a tüdőkárosodását volt hivatott felmérni. És hát hogy is jöttek hozzánk az emberek? Itt egy 56 éves hölgynek a sztoriát mondanám el. Egy súlyos betegség után 14 napos kórházi kezelést igényelt, az ő COVID betegsége, oxigén igénye is volt, nem volt jelentős, komolyabb, megelőző egészségügyi eltérés egy jól beállított magas vérnyomás mellett, és amikor decemberben eljött hozzánk erre a post-COVID speciális ellátásra, a következőket mondta, hogy amióta covidos voltam, folyamatosan fáradt vagyok. Nem tudok lépcsőzni, nem tudok úgy dolgozni, mint korábban, és a háztartási munkát is sokkal lassabban vagyok képes elvégezni a fáradtság miatt. Éjszaka is sokszor felébredek. Borzasztóan zavaró, hogy nem múlik el ez a fáradtság. Semmilyen más panasza nem volt a hölgynek, se mellkasi fájdalom, nehéz légzés vagy köhögés, tehát ami úgy általában tüdőgyógyászati megjelenést igényel. Mutatom még egyszer annak a férfinak az esetét, egy hosszabb lefolyás után látható, hogy a tüdő tényleg fantasztikus regenerációra képes, de ha még óvatosan és alaposan szemléljük ezt a CT képet, azért látható, hogy finom maradványok még mindig vannak, több mint egy fél évvel azután, hogy neki volt ez a súlyos koronavírus fertőzése, és hát azt nem lehet tudni, hogy mondjuk 4, 5, 6, 8, 10 év távlatában esetleg ennek lesznek-e kihatásai a szervre. Hogy is kezdtünk el ebben dolgozni, és itt óriási nagy köszönet nagyon sok kollégámnak, igyekeztem a többségüket föltüntetni így a diákon, tehát elkezdtünk egy komplex pulmonológiai kivizsgálást, azt már tudtuk, hogy a köhögés, a nehéz légzés, mint klasszikus tüdő tünetek mellett nagyon sok alvászavarral kell számolnunk, úgyhogy a klinikának az alvás laboratóriuma is kiemelten hangsúlyosan részt vesz
a betegeknek a vizsgálatában, illetve hát mindig egy nagy kérdés, hogy tudjuk-e segíteni a hozzánk fordulókat egy effektív terápiával, úgyhogy itt a rehabilitációról fogok majd még néhány szót mondani. Hogy is nézett ki ez az ellátási modul? Tehát döntően a kórházban kezeltek azok, akik bekerültek hozzánk, egy nagyon komplex tüdőgyógyászati vizsgálatot végeztünk, amiben például, hogy kiemelten fontos volt a rekeszizom erőnek a mérése, tehát hogy maga a légzőizom mennyire erős vagy nem erős, ez viszonylag könnyen mérhető. Egy egyszerű 6 perces sétateszt, gyalogolni kell 6 percig, hogy az alatt ki, hogy teljesít, ez egy nagyon jó funkcionális vizsgálat. Nagyon sok kérdőívvel dolgozunk, hogy pontos képet kaphassunk az életminőségről. Ebbe különféle alvásminőség kérdőíveket is alkalmaztunk, illetve hát egy alacsony dózisú mellkasi CT, ez döntően azért, hogy megvizsgáljuk, hogy lesz-e hosszú távú kihatás, ami a tüdőt érinti. És hát alapvetően az első vizsgálatunk az interstíciális tüdőbetegségre irányult, hogy megvizsgáljuk, hogy tényleg lesz-e a tüdő szövetének egy hosszú távú valami fajta eltérése. Úgyhogy ezt az úgynevezett ILD tímen, vagy interstíciális tímen vitattuk meg. Az első éves adatok, az 318 beteg volt, összesen 44 esetben volt olyan eltérés, ami miatt a interstíciális tím felé referáltuk a betegeket. Úgyhogy erről mutatnék néhány adatot. Nagyon nagy öröm számomra, hogy koronavírus fertőzés ide vagy oda, de azért a fiatalok szerencsére motiválhatók a tudomány irányába, illetve az igényesség, az adatoknak a megfelelő szintű feldolgozására, úgyhogy itt nagyon sok fiatal kollégámnak a munkája van ebben. Látható, hogy ez egy fiatal populáció, egy kicsit akinek ILD-je van, azok idősebbek, majdnem 10 évvel nem volt nagy különbség a férfiak és nők között. A kórházban kezeltek aránya az változott a két csoportban, és hát egy picit azért túlsúlyosabb, illetve elhízott emberekről volt szó döntően. A tüneteket, ennyi tünetet kérdeztünk, hogy mennyi volt, amikor valaki koronavírusos volt azután, illetve amikor megjelentek nálunk. Én ezt nem fogom részleteiben elmutatni, csak kiemelném azt, ami pirossal van, hogy egy picit jobban lehessen látni. Tehát látható az, hogy vannak hosszan fennálló tünetek, mi sem találtunk mást, mint amit mindenhol a világban. A döntő és legfontosabb tünet az a fáradtság volt. Ez lényegében minden harmadik embert érintett, illetve hát olyan 20-25% között volt a különféle tüdőgyógyászati eltéréseknek az aránya. És hát fontos lenne még azt is hangsúlyozni, hogy az alvászavar, azért sok időt töltünk mi ezzel a funkcióval minden nap, tehát az alvásnak fontos, hogy pihentető legyen, hogy a másnapi munkánkat rendesen tudjuk végezni. Látható, hogy majdnem minden ötödik embert érintett valamiféle alvászavar. A másik, ami ugye sokszor előkerült, és most kezdünk egy kicsit ez irányba vizsgálódni, itt még az adatok a feldolgozás alatt vannak, hogy mindig hallottuk, hogy nagyon-nagyon rossz, ha valaki covidos volt, ugye amikor a nagy hullámok voltak, és túlsúlyos, és hát akkor ott várható esetleg, hogy a hosszú távon is valami fajta egészségügyi kockázat megjelenik. Az adatok azt egyértelműen mutatják, hogy a nagyobb mortalitással járt az, aki túlsúlyos, illetve az, hogyha valakinek kettes típusú cukorbetegsége volt. Mi most próbáljuk ezt megfordítani, hogy vajon több tünet van-e, vagy rizikót jelent-e, hogyha valaki obez vagy túlsúlyos arra, hogy hosszan perzisztáló tünete legyen. Ugye ez is volt az egyik fő hát gondolata a Kásler professzor úrnak, amikor létrehozta ezt a klinikai bizottságot, hogy próbáljunk meg abból a tudásból, amit a COVID alatt szereztünk valahogy tényleg több adatot megismerni a tekintetben, hogy hogyan tudunk segíteni a esetleg tartós tünetekkel élőknek. Úgyhogy hát nagy különbséget nem láttunk, a tünetek továbbra is a fáradtság voltak, teljesen mindegy, hogy valakinek milyen volt a súlya, legalábbis azoknál a betegeknél, akik nálunk így megjelentek. Mit is lehet csinálni? Ugye a nagyon fontos része
az egészségügynek a rehabilitáció, és itt mindig fontos a definícióhoz visszanyúlni, mert mi is a rehabilitáció, az nem más, mint egy olyan egészségügyi eljárás, vagy azoknak az összessége, aminek az a célja, hogy a már kialakul, hogy a betegség mi alatt kialakult funkcióvesztést helyreállítsa. Tehát valakinek volt egy rendes élete, ugye utána beteg lett, és most nem tudja helyreállítani ezt a funkciót. Hát a fáradtság ugye az egy nagyon nehezen kezelhető tünet, de mégiscsak ez irányba érdemes tovább lépni. Úgyhogy itt nagyon nagy köszönet Varga János kollégámnak, aki a rehabilitációt vezeti, és eddig 94 személyt vont be ebbe a nagyszerű rehabilitációs programba, aminek kapcsán látható, hogy amikor elkezdődik ebbe a post-covid betegeknél a rehabilitáció, hát a harmadik hónap végén lényegében minden funkciójuk normalizálódik. Talán kiemelném ezt a post-covid functional scale-t, azt, hogyha valaki megnézi a alsó, alulról a második sorban, hogy ez egy betegek által kitöltött kérdőív, hogy ez jelentősen javult a harmadik hónap végére, hogyha a rehabilitáció az egy valóban fontos és jó orvosi eljárás, hogy segítsük ezt a tünetet. És hát akkor az utolsó, amiről még megemlékeznék egy diáreig, az a long covidnak az alvászavara. Ugye ez egy nagyon speciális laboratóriumi vizsgálat, EEG-vel, nagyon sok szenzorral, ugye furcsa helyen kell aludni, úgyhogy közben az ember össze-vissza van drótozva mindenfélével. Egész éjszaka figyelik, hogyha valami leesik, akkor azt visszaszerelik rá, de rendkívül sok és nagyon fontos információ szerezhető. Úgyhogy Horváth Gábor kollégám, aki az alváslabort vezeti, ezek az ő eredményei, amik eddig rendelkezésre állnak. Tehát itt is lehet látni azt, hogy például ez a PSQI, ami egy döntően alvás minőséget mutató szám, 5 fölötti értéknél az egy rosszabb alvás minőséget jelent. Ezekben az esetekben látható, hogy mind a elalvás időtartama, mind a lefekvés időpontja ugye eltolódik. Ez nagyon-nagyon rossz egészségügyi kihatásokkal bír, hogyha valaki későn fekszik, és nem tud úgy jól pihenni, utána a másnapi tevékenysége az nagyon sokat szenved. Úgyhogy mindenképpen nagyobb figyelmet kell fordítani az alvásra, és hogyha szükséges, akkor ezt ki kell mérni, és akkor vannak rá terápiás lehetőségek. Összefoglalva, COVID után tartósan fennmaradó tünetek nagyon-nagyon nagy figyelmet érdemelnek, valamennyi szervrendszert érinthetik, nem csak tüdőgyógyászatot, hanem tényleg az orvosi disziplinának minden egyes szegmensét. A fő tünet, amit mi is látunk, az a fáradtság, illetve pulmonológiai eltérések, nehéz légzés, köhögés és az alvászavar. Úgyhogy mindenképpen ezekben az esetekben, hogyha van ilyen tünet, ami tartósan fennáll, akkor javasolt ezeknek a vizsgálata, és hát szeretném kiemelni a rehabilitáció, tehát a mozgás, egy irányított mozgás, speciális gyakorlatokkal rendkívül jótékony hatású. És hát nagyon sok további kutatást igényel az, hogy az oltások, illetve vagy az újabb SARS-CoV-2 variánsok mennyiben változtatják ezt a képet. Az egy nagyon jó hír, hogy szerencsére most már hozzánk is kevesebben jelentkeznek ilyen tünetegyüttessel. Én ezt döntően azért annak tudom be, hogy közben már lényegében nagyon nagy része a társadalomnak be van oltva, és most ugye egy ilyen szempontból kevésbé a tüdőt durván érintő varianssal állunk most szembe, úgyhogy ez egy nagy kérdés, hogy itt mennyi lesz majd a long covid vagy a post covid tüdőgyógyászati kihatása. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm Müller Veronika előadását a hosszú Covidról, ami valószínűleg a következő években elkísér mindannyiunkat. És tulajdonképpen ezzel az előadással az előadások sora lezárult. Köszönöm minden előadónak az értékes információkat adó kiváló előadásait. És kérem a hallgatóságot, hogy amennyiben kérdésük van, azt most tegyék fel, illetőleg ha bármilyen felvetés fogalmazódik meg önökben, akkor azt osszák meg velünk. Úgyhogy megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, és megkérdezem azt is a kommunikációs igazgató úrtól, hogy online érkezett-e bármilyen kérdés. Nem. Köszönöm szépen, akkor
akkor nem marad más hátra, mint a jó hírt közöljek, hogy nem szándékoztam 30 percig zárszót tartani, hanem csak megköszönni mindannyiuk jelenlétét, különösképpen Karikó Katalinét, aki az online térben nagy örömünkre velünk volt, és az ő tiszteletére tartott tudományos ülésünket ezzel bezárom. Viszontlátásra!